Szép jó estét kívánok mindenkinek. Szeretettel köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy felkonferáljam és felkérjem Szalay Balázst, hogy mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt emlékezők! 80 évvel ezelőtt ezekben a percekben is, távol szülőföldjüktől, magyar honfitársaink életre, halálra küzdöttek a szovjet katonákkal. A 20. századi magyar történelem sajnos bővelkedik szomorú fejezetekben, de az egyik legnagyobb tragédia a második hadsereg pusztulása. A vesztes második világháború utáni időszak szellemisége közel fél évszázadig nem tette lehetővé az égető sebek gyógyítását. Nemes Kürti István könyvének sikere a 70-es években jelezte, hogy milyen nagy társadalmi igény van arra, hogy elsirathassuk a Donnál elpusztult magyar férfiakat. A Requiem egy magyar hadseregért című kötet megjelenése után 10 évvel Sára Sándor 1982-ben készített dokumentumfilm sorozatot, melynek vetítését a szovjet követség tiltakozása miatt megszakították. A hadtörténetírás érdemben csak az 1980-as évek végétől kezdte feldolgozni a tragédiát. Augsburg, Muhi, Mohács, Segesvár mellett ekkor ismerkedhetett meg a téma iránt érdeklődő nagyközönség a Donmenti Uriv, Csúcsie, Sztorozsevoje és Korotojak települések neveivel. A magyar királyi II. Honvéd hadsereg kálváriája egy évvel a Doni katasztrófa előtt kezdődött. Az egyre nagyobb veszteségeket szenvedő németek 1942. januárjában nyújtották be a számlát a revízió segítségért, és követelték a teljes magyar hadsereg rendelkezésre bocsátását. A tárgyalások eredményeképpen szervezték meg a Szovjetunióba induló magyar hadsereget. Eltérően az első világháború kezdetétől, amikor valóban sokan lelkesedtek a harcért, a Szovjetunió elleni hadjáratban való részvételünket nem volt bőrhangzatás. A magyar honvédek nem értették, hogy mi keresni valójuk van a Don mellett. Hiába olvasták a tábori postai levelezőlapokon a propaganda szólamokat, a magyar bakák többsége nem érzett gyűlöletet az orosz nép ellen. A közkedvelt sanzonok nem a hamarosan bekövetkező biztos győzelemről, hanem arról szóltak, hogy Muszkaföldön lassan jár a posta, vagy arról, hogy csak egy nap a világ, és ki tudja holnap mire ébredünk. A hadseregben szolgálatot teljesítő Somorjai Lajos katonorvos naplója jól szemlélteti, hogy mire gondoltak azok, akiket a családjuk és a civil munkahelyük mellől vezényeltek a frontra, és átlátták a hamis propagandát. Idézet. Hiába volt tatárdúlás, török veszedelem, nem tanult ez a szerencsétlen nemzet semmit belőle. Mi ismét megszédültünk a jelszavaktól, egy pár szélhámos gazember frázisától, s ostobán a nyugat védőbástája szerepében tetszelgünk. De elfelejtjük, hogy lassú szaporodású, failag sem egységes, szegény és nagyon rosszul felfegyverzett ország vagyunk. Ezzel a mi reumás, rogyant érdű családapákból álló, egy-két hónapos kiképzésen átesett, és az orosz tankoknak kézi fegyverrel nekiterelt bakáinkkal, saját vérző testükkel akartunk a világ legnagyobb, legfanatikusabb, gyerekkorától erre nevelt, és a legmodernebbül felszerelt hadsereg ellen küzdeni. Ismét érdemeket akarunk szerezni, holott az olán, szlovák, stb. Hadseregeket a német sokkal többre taksálja, mint minket. Ez itt lépten-nyomon látható. Tisztelt hallgatóság! A Don folyóig történő előretörés is komoly áldozatokkal járt, ami csak nőtt, a folyó nyugati partján beásott szovjet erők ellen vívott nyári hitfőcsaták veszteségeiben. 1942 nyaráig már több ezer volt a hősi halottak száma, köztük volt a bősárkányi Gőzsi Károly, Lakatos József és Németh Károly is. Szeptember végétől 3,5 hónapnyi állóháború folyt a Donnán. A remélt kivonulásról már szó sem lehetett,
és a németek sem teljesítették a felszerelés kiegészítésére vonatkozó ígéreteiket. A szovjet tüzérség ösztüze után 1943. január 12-től tömegrohamok zúdultak a magyar állásokra, de a lerongyolódott, páncélelhárító fegyverekkel alig rendelkező, alultáplált, a mínusz 35 fokos hidegben félig megfagyott hadsereg zöme mégis kitartott. Aztán a szovjet támadás 3 nap alatt szétszakította a magyar védelmet, de a visszavonulást a Hitlerrel egyetértő magyar vezetés megtiltotta. Aztán január 17-én este, amikor már a mellettünk álló olaszok és németek is meghátráltak, Jányi Gusztáv a hadsereg parancsnoka engedélyezte a visszavonulást. Késő. Halott, megfagyott, sebesült, fogságba esett magyarok tízezrei a veszteség. Se visszaüzöllésben kitűnik, a német katonák a bajban nem bajtársak többé. Erőszakoskodtak, raboltak, még a sebesültjeinket sem kimélték. Katonáink, és ne feledkezzünk meg a fegyvertelen munkaszolgálatosokról sem, hősiesen helytálló áldozatok voltak, akik minden lehetséges megtettek, amit a haza nevében megköveteltek tőlük. Parancsra mentek, és esküjük szerint teljesítették az embert próbáló szolgálatot. Még akkor is, amikor sem a feltételek nem voltak adottak, sem az értelmét nem látták a helytállásuknak. Hősi halottak még akkor is, ha harcuk, bármilyen fájdalmas is ezt kimondani, értelmetlen volt, és az áldozatuk nem szolgált magyar érdekeket. 1943. januárjára világossá kellett válni minden kicsit is józan embernek, hogy ez nem a mi háborunk. Ahogy egyik kedves olvasmányom, Szabó Magda, Abigail című regényében vitai tábornok mondja, Matulámból szokni próbál a lányának. Gina, a háborút elvesztettük. A háborút voltak éppen akkor elvesztettük, amikor megkezdődött. Rossz célért indult, rossz eszközökkel. Annyit vesztettünk már is, hogy Isten tudja, mikor heveli ki a nemzet. Kár, hogy ezt 1943. januárja után sem ismerték fel az ország vezetői, és a második honvéd hadsereg 100 000 halottját még sok 100 000 fogja követni. A második hadsereg Doni tragédiáján keresztül a történelem azt üzeni nekünk, hogy nem fordulhat elő még egyszer, hogy idegen hatalom érdekében folyék a drága magyar vér. De ki a felelős a 100 000-ek, 10 000-ek értelmetlen haláláért? Véleményem szerint vitathatatlan a politikai vezetés felelőssége, akik 1942. januárjában a németek rendelkezésére bocsátották a magyar haderőt, holott 1941. decemberében az USA háborúba lépésével biztossá vált, hogy ilyen erőviszonyok mellett a Moszkvánál amúgy is vereséget szenvedő németek nem nyerhetik meg a háborút. Az országlakók abba a hamis illúzióba ringatták magukat, hogy újra feltámasztható a történelmi Magyarország, és a német kegyekért folytatott versenyfutásban nem akartunk lemaradni a szlovákok, románok és horvátok mögött. Felelős a korabeli hivatásos katonai vezető réteg is, akik a kezdeti német győzelmektől elvakulva rávették Horthy kormányzót, hogy Magyarország is csatlakozzon a Szovjetunió elleni háborúhoz. Felelős a tisztikar, nem kis hányada is, akik elhanyagolták a rájuk bízott honvédek kiképzését, a tél közelettével nem biztosították a szükséges felszerelést, meghunyászkodtak a felsőbbrendűnek tartott németek előtt, és a szovjet támadás óráiban az elsők között menekültek hátra, majd ahogy Jányi hadparancsa is mutatja, alázták kedvükre a túlélőket. Tisztelt emlékező közösség! Feltehetjük a kérdést, hogy mit tudott a magyar társadalom a Bősárkánytól 2000 kilométerre dúló elkeseredett harcokról. Mivel a londoni és a moszkvai rádiók magyar adásai beszámoltak a magyar állásokat ért nagy erejű szovjet támadásról, ezért a sajtó sem maradhatott néma. Január 14-én a Rába közilap, az Új Sopron vármegye berlini jelentésre hivatkozva, két mondatban számolt be a csatáról.
Idézet. Voronyestől délre az ellenség heves tüzérségi előkészítés után támadásra indult, főleg a magyar állások ellen. A támadást szívós ellenállással visszaverték. A másnapi újság szerint még a német katonai szakértők sem tudták, hogy mi a szovjet támadás célja. Legközelebb csak a január 18-i lapból gyanakodhattak arra, hogy valami gond van, mivel a vezérkari főnök egy héttel elhalasztotta a második hadsereg szabadságos katonáinak visszautazását. A hivatalos indoklás szerint, idézet, a torlódások levezetése érdekében. A január 19-i főcím szerint, idézet, a magyar honvédség hősies küzdelmet folytat a túlerővel támadó szovjet csapatok ellen. A híradás elismerte, hogy a szovjetek sok páncélossal és válogatott csapatokkal indultak rohamra, aminek következtében saját veszteségeink eddigi veszteségeinknél súlyosabbak. A mozgó harcmodorokból következtetni lehetett arra, hogy a csapatainkat kivetették a védelmi vonalából. Akik a szigorú tilalmakat kijátszva a külföldi rádiók adását hallgatták, már arról is értesülhettek, hogy a magyarok által tartott frontszakasz összeomlott, a második hadsereg pedig megsemmisült. Kállai Miklós miniszterelnök úgy érezte, személyesen kell reagálni a futótűzként terjedő hírre. Erre január 21-én este a kormánypárt klub délutánján kerített sort, és beszédének lényegét minden másnapi napilap közölte. Kállai miután a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott a Donkanyarban valójában már felmorzsolt hadsereg helytállásáról, azt fejtegette, idézett, hogy a magyar csapatok túlnyomó része kitért a támadások elől, és bár a veszteségek nagyobbak, de távol állnak azoktól a számoktól, amelyeket az ellenséges propaganda terjeszt. Ám hogy valóban mekkorák, azt mint mondta, még nem lehet megállapítani, mivel csapataink mozgó harcban vannak. Egyben azt is leszögezte, a rémnyő terjesztőkkel szemben a legnagyobb eréllyel fog fellépni. A propagandával azonban csak ideig óráig lehetett elfeledni a vereséggel való szembesülést. A hónapokkal később hazaérkező áldomány csak néhány esetben fogadták nyilvánosan. A tiszteket pedig arra kötelezték, hogy a történteket hadititokként kezeljék, különösen a veszteségeket és a visszavonulás kaotikus körülményeit illetően. A magyar királyi II. Honvéd hadsereg összes halálos vesztesége az 1943. januári szovjet támadás előtt elesettekkel együtt 100 000 főre tehető, ami 7-szer több, mint az 1526-os Mohácsi csata, magyar oldalon elesett katonáinak a száma. De nem csak az elesettek számítanak áldozatnak. A hadifoglyok többsége sem láthatta meg már többet a szülőföldjét, és a sebesültek egy része is rokkantan, vagy eszét vesztve, de nem élhetett teljes értékű életet. Ám a látszólag egészségesen hazatértek sem tudtak megnyugodni. Aki életben maradt, az sem tudta úgy folytatni az életét, mint 1942 előtt. Hányukat kísérte élete végéig rémálmaikban a lövészárok, vagy az, hogy a visszavonuláskor nyitott szemmel megfagyott bajtársaik utánok néznek. Hányan érezhették úgy a túlélők közül, hogy adósok, pusztán azért, mert életben maradtak. Rajtuk kívül áldozat a család is, akik kezdetben csak rettegtek a közeledő postást látva, majd ha megtudták, hogy szerettük nincs többé, tovább kellett élniük a kenyérkereső nélkül maradt család kilátástalan életét. Tisztelt Bősárkányiak! Megtiszteltetés önökkel emlékezni, mert Bősárkány országosan is élen járt a világháború emlékének megőrzésében. Meilinger Ernő ösztönzésére az 1980-as évek elején, jóval a rendszerváltás előtt már emléktáblán örökítették meg a II. Világháború áldozatainak nevét is, a Hősök szobrán. Rácz István kezdeményezésére 1995-ben megszervezték a világháborús Rába közi veteránok találkozóját, ahol akkor 13 település
több mint 100 egykori katonája hallgatta végig Szalai Imre polgármester okkaszemtőjét. Ahol most állunk, megfordult a téma legkiválóbb hazai történésze, egykori miniszterelnök, tábori püspök. A szobor látta és hallotta az emlékező és könnyező veteránokat, a pápai huszárokat, a soproni hagyományőrzőket, a Rába közi énekkarokat, a János Somorjai fúgósokat, a győri öksütős dalárdát, a vági erdélyi gyuláni Annus néni énekeit. A II. Világháború bősárkány áldozatainak története is megörökítésre vár. Kívánom, hogy sikerüljön Kincser József igazgató szándéka. A könyvet persze majd olvasni is kell, minél többeknek, hogy az emlékezés mellett okulni is tudjunk elődeink kálváriájából. Emlékezésem utolsó gondolatát Andorka Feri bácsitól kölcsönzöm, aki az egyik veterán találkozón a következő szavakkal zárta beszédét. Katonák, ti meghaltatok, de bennünk ma is éltek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Békétlen, vérző világ, vakidők, nincs élő virág. Nincs nyár, se fény, nincs már remény, csak a csönd és a néma imák. Nincs hős legény, nincs ő meg én, csak a csönd és a néma imák. Félnek a félholt utcák, összebújnak a szétszórt ruhák. Nincs már zenénk, nincs már mesénk, csak a füst és a könnyes homály. Katonák, katonák, hova mentek katonák? Árva lány, a világ, együtt sírnak az anyák. Katonák, katonák, lángban kunyhók, paloták, térdre hullnak, elmúlnak a fák. Katonák, katonák, hova mentek katonák? Árva láng a világ, együtt sírnak az anyák. Katonák, katonák, lángban kunyhók, paloták, térdre hullnak, elmúlnak a fák. Elvesztünk, elvesztettél, s veled elvesztem én. Vesztes vagy, veszett világ. Nézd, elvesztünk mind, nincs győztes katonák. Vesztes vagy, veszett világ. Katonák, katonák, hova bújjunk, katonák? Mágja láng a világ, hova bújtok, katonák? Katonák, katonák, hova tűntek a hazák? Okol mélyén fiúk és apák. Katonák, katonák, hova bújjunk, katonák? Mágja láng a világ, hova bújtok, katonák? Katonák, katonák, hova tűntek a hazák? Pokol mélyén fiúk és apák. Oda juttok, ha mentek tovább. Köszönjük szépen! Most pedig búcsúzóul és műsorunk megemlékezésünk zárásaként. Aki szeretné, és aki gondolt, meg gond, úgy érzi, van itt még Mécses, nyújtsa meg a Hősök szobránál a Mécsesét. Köszönjük szépen! Viszontlátásra, jó éjszakát!